I'll be coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so yo. Everybody know I'm on it. You know when it click through. Try to send this box to the SOB, but sziasztok, Gajdos Csabi vagyok, a mai nap még mindig tesztautomatizálással fogunk foglalkozni. Most egy olyan weboldalt hoztam, ami nem webshop, viszont szintén kell tesztelni. Hogy látjátok, az oldalt már benyitottam. Itt igazából a teszteset nagyon egyszerű. Benyitjuk az oldalt, elmegyünk a kontaktfülre, és megpróbálunk egy üzenetet elküldeni. Oké, tárgy. Teszt. Küldés sikeres volt, akkor ezt az üzenetet elvárjuk. Ennyi a teszteset, ezt kell végrehajtanunk többféle böngészőben. Akkor írjuk is meg az automatát rá. A múltkori teszteseteinket fogjuk adaptálni ehhez a teszthez. Először nézzük meg, hogy ez hogy néz ki egy szimpla itteni böngészőben. Azt mondja, benyitjuk az oldalt. Nyitjuk ezt a kapcsolat oldalt. Egy Firefoxban rákattintunk erre a névre, ami input type text name your name. Szuper. Másoljuk ki a múltkori módszerrel az XPath-t, ugyanúgy XPath kimásolása. Akkor menjünk itt arra, hogy legyen name. Mi volt a neve? Nézzük, hogy megtalálja. Your name. Itt le kell zárni az elementet. Akkor ezt a sort törölhetjük is. Itt először be akarjuk írni ebbe a mezőbe, hogy your name, azt, hogy mit akarunk beírni, a nevünket. Egy pillanat. Igen, név. Akkor azt akarjuk beírni, hogy Kajdos Csabi. Utána be akarjuk írni, hát nézzük meg, hogy ez eddig sikerül-e. Úgy tudtok kikommentelni sorokat, ezt kivágtam, visszailleztem, hogy hashtaget beírtok az elejére, mert ez a standard Pythonnak a komment rendszerét használja, és a Pythonban a hashtag a komment. Erre elmentünk, és akkor próbáljuk ki, hogy lokálisan működik-e. Megtalálja ezt a mezőt név alapján. Nézzük meg. Reméljük, hogy igen. Jó, oldal megvan. Kontakt. Login test. Capture page screenshot. Aha. Akkor menjünk tovább. Azt akarjuk tovább csinálni, hogy tehát ez működni fog, ez a fajta element megszólítási módszerünk. A következő az e-mail cím. Itt input type email, name your email. Oké, akkor ugyanezt használjuk, hogy name your email. Your email. info@linkat.hu input text, inspect your subject. Subject
Teszt. Input, és ez lesz az utolsó, ez pedig a szöveges üzenet, amit beírunk. Ez is az lesz, hogy test. Your message. Oké. Okay. Your message. Jól írtam. Jól írtam. Test, és akkor utána rá kell nyomnunk a gombra, hogy küldés, click element, arra az elementre akarunk ráklikkelni, hogy küldés, inspect, nézzük, szuper, value, küldés, type, submit, class, ez is egyedi, hát akkor itt hamar meg fogjuk találni, akkor legyen az, hogy type, submit, click element, your, minden element, aminek a type-ja submit. Submit. Ez a szöveg. Inspect element. Tehát akkor itt a szöveget kimásoljuk. Várjunk addig, amíg page contains ezt az üzenetet. 20 másodperc, csináljon egy screenshotot. Futtassuk le. Oké. Okay. Oké. Okay. Screenshot az, ami ilyenkor minket érdekel. Valószínű itt volt az üzenetnek, különben nem lenne sikeres. Oké. Okay. Akkor futtassuk le többféle böngészőben, nézzük meg, hogy ez mindenhol működik-e. Az a biztos. Oké. Okay. Ctrl V. Böngésző, böngésző, Ctrl-S, és akkor már mehet is. Ezt a részt pedig másoljuk a többibe. Így. Na, és akkor most jön a Ctrl-C, Ctrl-V, az összes tesztet végigmásolgatjuk. Ez a múltkori tesztnek a felülírása. Így gyakorlatilag már egy templétet megírtunk, és ezt a templétet tudjuk használni egy másik fajta célra. Ezt az automatizálásban, sőt a kódolásban is sokszor használjuk, hiszen ha egyszer feltaláltál valamit, akkor nem kell azt újra feltalálni, hanem szépen lehet használni. Na, mindjárt megvagyunk. És akkor az utolsó is megvan. Ctrl-S. Rámentek mindenre. És akkor futtassuk a cross-browser tesztünket. Többféle böngésző verzióban, többféle böngészővel. Majdnem 7 perc alatt 18 tesztet futtattunk le manuálisan, én ezt biztos, hogy nem tudtam volna megcsinálni. Hozzá kell tenni, hogy ez 18 különböző féle böngészőben futott. A teszteknek ebben az esetben az az értékük, hogy biztosra mentünk abban, hogy az összes Chrome, meg az összes Firefox verzióban, amit általában a legtöbb piacon kint lévő eszköz használ, ezt az oldalt le lehet kérdezni, lehet üzenetet küldeni, tehát működni fog az, amire, tehát működni fog az a funkció rajta, amire az üzemeltetője használni akarja. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy van olyan része az oldalnak, amit nem szoktunk automatizálni. Mindenképp ajánlott az, hogy egy emberi szem átnézze őket, végigolvassa, hogy mi van, hova mi van leírva, minek van értelme, minek nincs értelme, és hogy lehetne esetleg másképp szervezni az adott oldalt.
nagyon sok esetben van értelme és hozzáadott értéke annak, hogyha teszteket automatizálunk, viszont néhány esetben például a képek átfedésének, a szövegek fordításának, az oldal használhatóságának a tesztjeinél ezek tipikusan olyan témák, amiket az emberi szem, az emberek sokkal ügyesebben használnak és tesztelnek, mint egy gép, vagy adott esetben automata. Nem azt mondom, hogy nem lehet automatizálni, mert például a képek átfedését lehet automatizálni, csak a tesztek automatizálása annyira bonyolult és nehézkes, hogy sokkal gyorsabb és egyszerűbb egy embernek ezt megcsinálni. Azt hiszem, hogy a teszt automatizálás része most végeztünk. Következő videókban megint egy kicsit elméleteket fogunk nézni. Köszönöm, hogy itt voltatok, kellemes automatizálást, találkozunk hamarosan!